A Rózsakert, Iskolakert, Templomkert, Turulmadárpark, Emlékpark, Nagypark és Sétáló utca nevet viselő egységekből álló arborétum állandó felügyelet és folyamatos fejlesztés alatt áll. A 680 fás szárú növény nagy részét őshonos fafajok, kocsányos tölgy, különféle kőrisek és szilfák képezik. A másik részük az természetesen nem fordul elő a mi területeinken, de az a megelőző korok parkosításai és fásításai kapcsán meghonosodott már nálunk. Ilyenek például a nyugati ostorfa, a japán akác, a platánfák, akár a hársfák, amelyek nagyon szépen megélnek ezen a területen, de természetes előfordulásukban nem jellemzőek. Az arborétumban különlegességek is akadnak, mint az európai ciprus, az atlaszcédrus, a páfrányfenyők és hasonlók. Folyamatban van a növények táblákkal való megjelölése, amelyeken megtalálható az adott növény szerb, magyar és latin elnevezése is. Ez segíti a látogatót a tájékozódásban, ami azért is fontos, mert a látvány mellett az arborétumnak gyakorlati céljai is vannak. Mi szeretnénk, és már meg is valósult részben az, hogy a diákok, a kisiskolások, a középiskolások, a biológusok, a természetkedvelők, a dísznövénytermesztéssel foglalkozó szakterületek képviselői minél többen jöjjönek ide, hogy nézzék meg, hogy néz ki egy arborétum. Szerbiában több botanikus kert található, bejegyzett arborétum azonban csak Belgrádban, Kraljevóban és Tótfaluban van. A közeljövőben a tótfalusiak további 2 hektárral bővítik arborétumok területét.